Jó estét, jó reggelt, nem tudom, este szokott kimenni a videó valahogy. Szevasztok! Péntek 13-án mi a legjobb elfoglaltság az embernek, mint több száz kiló súlyok alá, elé, mögé, fölé helyezze magát, hogy hát ha valami történik. Úgyhogy most egy kicsit ilyen horroros edzés lesz, pupi. Horrorisztikus. Meglátjuk, mi sül ki belőle. Golyóval kezdünk. Itt vanunk, pupi, is el tudtam kapni. Pont otthon van, úgyhogy... Leértem. Hát edzeni nem edz, ugye? Hát azt most nem. Volt egy olyan versenyző, nem is tudom, ami finn volt, hogy Járkó nem edz. De az a pupi nem edz. Ami kiesik, nem múlik. Hát de, ez a baj, hogy de múlik, az a baj. Nem. Igazából, amit tudnék csinálni, ugye ilyen fekvenyomás, ami nem tereli annyira a gerincet, azt most ugye, az nem ez adás nem erről fog szólni. Hát figyelj, végül is megpróbáld. Csináltam valamit, mert horror edzés lesz. Ez most a horror. Azt nem akarok horror edzés. Úgyhogy légy szíves valamit, hát ha látunk valami érdekességet. Kórházba azért nem akarok jutni. Nincs olyan messze, hát, pupi. Elviszlek. 170-nel fog melegíteni, jó. Ha már egy horror edzés van. Mit szólsz? Az nem is horror. Hát az még nem horror, de azzá válhat bármelyik pillanatban. Mi történt? Minden olyan gyorsan történt, nem emlékszek semmire. 170. Próbálom egy húzásból, bár sok esélyt látok rá, de megnézzük. Egy negy lájkot mindenki, amiknek, aki azt mondja, hogy sikerülni fog neki egy húzásból. El fogjátok bukni ezt a lájkot. Nem. Én nem adom vissza a lájkot amúgy, pupi. Nem. Nem, annyira nem kapod még. Jó, hát nem, majd legközelebb. Váltsunk kategóriát. Ahogy érzed. Esetleg egy 200-as, vagy? Egyből egy 200-as? Hadd menjen, pupi. Ez a beszéd. Egyszer van péntek 13. Az az igazság, hogy nem akarok már most védekezéssel kezdeni, de sajnos muszáj lesz, hogy tisztában legyetek vele, hogy hát ez a golyó, ez itt volt kint, ezt most gubáztuk ki. Onnan az avarból gyakorlatilag, a levelek közül, mind a kettőt különben. Most ezt már próbáltam megpucolni, de nézzétek meg, hogy így néz ki a kezem egyébként. És ez a golyónak a golyóról a kosz. Miki mondta bárki is, hogy könnyű lesz? Hát én azért mélyen belül mindig reménykedek, hogy nem lesz olyan nehéz, mint ahogy emlékszek rá. De általában mindig csalódnom kell. Sőt, nem hogy olyan nehéz, mint amire emlékszek, hanem mindig nehezebb az évről évre, pupi, ez miért van? Hány éves vagy, barátom? 60. Évről évre gagyibbak vagyunk, pupi. De azért a 200-as golyót még azért illen átrakni, nem? Hát igen, az egy ilyen kötelező éjjel 2 óra felébresztenek is. Gyere, húzd meg! Itt van a fél golyó. De most bevallottad, hogy csalsz? Én vagyok a gólem. Ha? Igen. Na, akkor ezek szerint minden egyes emelésre csak könnyebb lesz a golyó. Igen. Én vagyok a gólem, Miklós. Kőember. Miki? Jó színed lett. Már kezd a bőrszínem a pólómhoz hasonlítani, nem? Igen. Még egyszer átnyomom, pupi. Na. 13, úgyhogy 3-szor kell. 13-szor? Várul, hányszor volt meg a 170-es? 3. Na, akkor most még egyszer átrakod a 200-est, és utána még 7-szer a 170-eset. Ez hülye. Na, gyerünk! Nem tudom, még egyszer átrakjam? Hát figyelj, ha érzed magad, Bartuzát, miért ne? Hát azt nem érzem, de azért... Jaj. Jó, most már nem tapad annyira. Háj, pupi! Gyerünk, Miki!
Járunk, Milo? Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Te jó kosaras, esküszöm. Jövőre az NBA-be láthattok majd. Nagyon pupi szerintem. Szerintem itt a golyót én megállítom. Elég volt ez nekem most már. Meglehetetlen, 6-szor. Még 6-szor? Hát meglegyen a 13. Figyelj, menjünk gumizni, nézzük meg milyen a gumi. Nézzük meg? Nézzük meg. Go! Hajrá, go! Hajrá, go! Bemutatom egyébként a legújabb szerzeményünket, ezt a gumit. Ez a legkönnyebb most jelenleg. 250 kg pontosan ez a gumi. Ezt igazából az utánpótlás versenyekre, meg az újonnan érkezőknek ilyen aperitív, hogy szoktam mondani. Ez aperitív gumi, ezzel kínáljuk majd őket így rögtön elsőre. Meglepődtem, olyan könnyű volt így hirtelen évfolyamra. De sosem becsülünk le súlyt. Szóval egy lendületben tudok-e akkor átdobni, hogy átbillenjen. Na, hajrá! Nem tudok. Nem, azért annyira nem vagyok penge. De viszont nem próbálod meg, pupi? Ezt megpróbálhatom, az nem olyan sok. Oh my god! Alig várom! Lehet tippelni, hogy szerintetek pupinak sikerül a gumi, vagy nem? Szerintem sikerülni fog simán. Amúgy gumit mikor emelt utoljára, emlékszel-e? Fuha! Ahogy én sem emlékszek most így értelem. Hát szerintem már pár év eltelt. Hát nem tudnám megmondani, amúgy komolyan. Hát nagyon nem idén volt. Nem tudom mikor. Szerintem se idén, se tavaly. Akkor 250! Lássuk! Nézzük meg, pupi, csináljuk meg! Nem hogy ez kötelező. Azta! Hát az minden már meg lesz szerintem. Szép! És gyakorlással. Hogy érzed amúgy a derekad? Mert én múltkor mondtam, elmondtam a nézőknek, hogy neked azért úgy, hogy azért is egyre ritkábban leszel edzésem, mert neked így vannak problémáid, ilyen gerinc, meg derék. Igen, úgyhogy én neked... Hát most csak azért, mert ég bennem a tűz, hogy azért ezt... Na, annak örülök. Az a gyakorlat. Annak örülök, hogy van még tűz. Szép. Gyerünk, 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 azaz! Csináld meg, az meg lesz az! Kokulcs. Itt van nekem még a nagy. Hát ez a 450-es, azért erre még rárepülök, mint itt a fecskék. Hopp, most mert pont elkaptam. Akkor 450-re felugrunk. Ez simán. Majdnem olyan csaptál vele a Miki. Azért van hangja, mi? Hát, meg volt a 450, 250, 450, várjál, van egy ötletem. Nyomd meg, mi kell az az? Az mókás lesz. 700 kiló. Na, lássuk a medvét. Nincs izé a fejemnek. Nem fél el a fejem. Na, majdnem megindult. Francba! Ez ma péntek 13, nem az én napom. Taktikai változás. Más taktikát fogok most alkalmazni. Pedig bassz meg, ez működött volna. Össze kell ezeket valahogy fogadni. Szomra följátszom, onnan már megvan. Na jó, legközelebb hozunk egy spanit. Ezt összehúzzuk őket. Legyen. Azért ma is kifogtuk a leghidegebbet, mi? Hát, szerintem ez meg kellemes. Ez kellemes? Aha, hát azokhoz a brutál melegekhez képest, ami volt. Jó, hát volt rosszabb, és ez igaz. Hát mennyi lehet most amúgy, 30?
Na, körülbelül 30. 32, szerintem ha 1-2 max. 1-2 max. Na gyerünk! Gyerünk, Miki, dobáld végig! Azért kicsúszik a közemből. Esküszöm neked, izzad a tenyerem és kicsúszik. Ez nálunk nem szabályos különben, szóval versenyen nem lehet használni. De most itt edzésen úgy vagyok vele, hogy edzésen miért ne? Hát meg magnézia por sincs. Meg magnézia sincs, és rohadt meleg van, és izzadok, mint a ló! Na! Nem csak te. Nice. Gyerünk! Ott van, ott van! Jó, akkor kérni kell? Há, pupi! Na gyerünk, Miki! Mit kell csinálnod? Emeld rá, ott van! Hó, mennyi jelzó, sok? Nem, nagyon pici kell. Szavaztok! Sziasztok! Hát igazából ez egy mikroporteszt is egyben, igen, mert vettünk ilyen csíptetős mikroportot, hát upgrade-elni kell a csatornát, ugye? Kell a fejlődés. Meglátjuk, hogy ez mennyivel jobb vagy rosszabb, mint mondjuk a térmikrofon, ami van. Egyébként mind a kettő bolya. Mondjátok a véleményeteket. Egyébként mind a kettő bolya. Ez itt a reklámhelye. Ez itt a reklámhelye. Nem, hát úgyis sokszor kérdezik amúgy, hogy milyen kamera, milyen, most ez nem titok amúgy, úgyhogy... Majd mi halljuk a repülőt, kíváncsi vagyok, hogy behallatszódik a... Na, majd ez is egy jó teszt legalább. Hát ez volt a mai edzésünk. Örülök, hogy Pupi is végre részt vett, és kicsit keményedett. Kicsit. Na, és te úgy érezted a 700-as gumit, az ikreket? Á, nem volt jó. Nem tudom, jó lesz ez, szerintem meg lesz, csak valahogy össze kéne fogni őket, hogy ne csúszanak szét, mert ugye elkezdem emelni, ugye szétcsúsznak. Pillanat ragasztóval összeragasztok. Batex Power Tape. Nem. Valami izével, igen. Volt régen az a ragasztott, amikor a krokodil fejét így betekert. Az. Az a Patex? Az? Az a gorilla. Következő kajára van valami ötleted? Én nem tudom. Hát fiam, hogy elég sok ötletem van, nem tudom. Meglátjuk. Vannak. Nem tudom, mire gondoltam, például lehetne akár ugye ezt a hortobágyit, amit Andi beígért nekünk. Lángos, még ami tart a nyári sláger. Vagy azt is lehet, hogy pályasítőben megcsináljuk egy ilyen jó giga méretű. Ember méretű. Ma valahogy nem éreztem, főleg, hogy péntek 13 van. Te mennyire vagy babonás? Nem igazán, de sose lehet tudni. A babonát, vagy mit nem lehet tudni? Például az, hogy mennyire... Mennyire fog bejönni? Ja, mennyire átkoz be, vagy nem átkoz. Végülis neked, ha úgy veszük, ez egy egész szerencsés nap volt, nem? Hát figyelj, túléltem, úgyhogy mindenképpen... Hát azért végülis egész jól ment a 300, és fölment 2 fokra. Szerintem ügyes volt, Miki. Hát, köszönöm. Szerintetek? Köszönöm szépen, Pupi. Örülök, ha így gondolod, de jól esik. Ez a lángos csábító, és ezt én elkérem az Andi pályásütőjét. Azt mondja, hogy az ilyen 60-70-es átmérő ekkora. Na, szerintem az is egy olyan, ami neked van otthon. De ez nem olyan nagy. Ez látványosabb. Nem ekkorát beverni, mekkora látvány. Hát ez akkora lenne körülbelül. Nem, az kisebb enyém. Az kisebb, mert enyém az 40-es. Csak. Ja, gondolj bele, hogy a 40-es lángos az kicsi. A diéképp az mondom, hogy 60-70-es a pályásütő. Te az mekkora egy olyat beverni? Jó megpak cseddárral, meg ilyenekkel bazd meg tejföl. Azt a fokhagymással. Ház ízek fokhagymával. Hát köszönjük, hogy itt voltatok, akkor még egyszer. Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Tetszett, akkor lájkot, azt ne felejtsd el lenyomni. Ha nem tetszett, akkor meg diszlájkolj akkor. Na. De mondd meg, hogy miért nem tetszett legalább, legyen benned annyi. Sziasztok!